A harmadik összetevő a hallott szöveg értése, az én véleményem szerint nehéz volt. Remélem, hogy a diákok nem egészen így élték ezt meg. Az első feladat házi feladatokkal kapcsolatos, x-elni kellett, hogy a házi feladatok sok, kevés segítenek a diákoknak, vagy nem különböző országokban. 7 x-et kellett tenni, reméljük, hogy többet nem tett senki, mert ugye akkor azért pontlevonás jár. De első hallásra szerintem nem lehetett kiszűrni mind a 7 x-et, hogy hova kell tenni helyesen, másodszorra meg kellett hallgatni, nagyon odafigyelve, és sokat segített, ha valaki megcsinálta azt, hogy a kulcsszavakat aláhúzta a meghatározásokban. A második feladat bevásárlás sorbanállás nélkül, ezt kifejezetten nehéznek éreztem, pontosan azért, mivel az információk nem sorba, a kérdéseknek megfelelő sorrendbe érkeznek. Tehát nehéz volt követni, lehet, hogy már el is hangzott az egész szöveg, amikor még nem tudtuk, hogy mondjuk a 11-es vagy a 12-es pontba mit x-eljünk be. Szerencsére meghallgathatjuk még egyszer, és akkor már könnyebb kiegészíteni a hiányokat, de nagyon apró információkra kellett odafigyelni, hogy jó x-eket tegyünk be, és én azt gondolom, hogy ez nehezebb volt, mint egy B1-es szint. A harmadik feladat kifejezetten nehéznek tűnt nekem. Eleve a cím zavarba ejtő lehet, mert nem biztos, hogy értik a fecske szót, a B1-es szinten nem elvárás. Ritkán van az, hogy a diákok segítségül hívják az ábrákat, van ugyanitt egy fecskéről egy kis rajz, hogyha valaki odafigyelt, akkor azért a segítség lehetett. A pontokban volt, ahol csak egy-egy szót kellett beírni, olyat, amit hallottak is a szövegben, tehát az nem volt gond, de például az utolsó kérdésben, hogy hogy érik el Afrikát végül is a fecskék, aus eigener Kraft, ez nem biztos, hogy kihallották a szövegből, ha pedig nem hallották ki a szövegből, akkor vajon meg tudták-e fogalmazni, hogy önállóan vagy saját erőből érték el Afrikát. A szöveg összességébe véve szerintem nehezebb volt, mint a B1-es szint. Az íráskészség a negyedik összetevő, szerintem ez testesíti meg a két végletet ténylegesen. Az első feladat, ein Urlaub im Schwarzwald, die Welt größte Kuckucksuhr, teljesen szokványos, begyakorolt feladat, még csak az sem okoz gondot, hogy hogy szólítsam meg azt, akinek írnom kell, mert megvan adva Sehr geehrter Herr Dold, tehát a formája, a kifejezés minden adott, a kérdések teljesen jól megválaszolhatók, zárójelben ott van, hogy zum Beispiel, tehát ha valamire nem tért ki a vizsgázó, az sem probléma. Én szerintem ez senkinek nem okozhatott gondot. Nem úgy, mint a második, ami egy filozofikus kérdést vett fel, hogy mit tesz téged boldoggá. Én ezt a feladatot inkább az emelt szintű érettségén tudnám elképzelni. A B1-es szintre azt szoktuk megfogalmazni, hogy inkább hétköznapi témákat, amihez a diáknak olyan nagy nyelvi nehézségeket nem okoz, hogy a megszokott fordulatokkal kifejezze a gondolatait. Egy ilyen filozofikus témát megfogalmazni, ehhez nem biztos, hogy rendelkezésre állnak olyan eszközök, amik segítik. Egyrészt gondolatai sem biztos, hogy abban az izgalomban vannak erről a témáról, másrészt pedig nem minden tankönyvbe találunk ehhez segítséget. Az új tankönyvek már hoznak ilyen témákkal kapcsolatos szövegeket, ami nyilvánvaló akkor sokat segít, hogyha már ilyenről beszéltünk órán, de ha nem, akkor lehet, hogy ez nehézséget okozott. Természetesen ez mindenkinek a mentalitásától függ. Van, aki filozofikusabb alkat, lehet, hogy ő neki ez testhez állóbb feladat.
Én szerintem még az is lehet, hogy gondot okozott az izgalom, az azért ugye a stressz, az nem mindig csak a pozitívumot hozza ki, van, amikor blokkol, és az első pont, hogy milyen életterületek fontosak az ön számára, és így első nekifutásban nem is biztos, hogy eszébe jut valami, holott mondjuk a megadott szövegben benne van, hogy welche Bereiche, tehát ott van néhány példa, segítségkép, de a gyerekek nem mindig tudnak élni ezzel a segítséggel. Remélem, hogy azért is sikerült, és én nagyon-nagyon szeretném, hogy azt tegye őket boldoggá, hogy jól sikerült az érettségi vizsgájuk.